Egy helyi lakos állíttatta 1957-ben ezt a keresztet Máté Szalkán a Nyírcsaholy felé vezető úton. Az elmúlt évtizedek alatt állaga leromlott, helyiek összefogásával azonban most újra felszentelhették a jelképet. A KDNP helyi alapszervezete és annak ifjúsági szövetsége a Máté Szalkai közösség bevonásával nem csak a keresztet, hanem annak környezetét is megújította. A művészeti iskolában kiváló tanárok vannak, kiváló diákok vannak, és mi lenne, hogyha úgy lenne, hogy egy tanár kollega vezetésével kerülne sor a kereszt, illetve magának a Jézus képnek a restaurálására, úgy, hogy a két csoportjába tartozó kisdiákok egy-egy ecsetvonással hozzájárulnak ehhez. Egyrészt ilyen ritkán adatik, hogy egy csaknem 80 éves keresztet, egy Jézus ábrázolást a saját kis kezükkel renoválhatnak. Másrészt meg a közösségi összefogás üzenete ebben szintén nagyon fontos volt számunkra. A helyi KDNP szervezetei egy országos kezdeményezéshez csatlakoztak a felújítással. A Fogadj örökbe egy keresztet elnevezésű programot 2022-ben indította a párt. Latorcai Csaba, területfejlesztési miniszter helyettes Máté Szalkán elmondta, a keresztek nem csak vallási jelképek, hanem a magyarság kultúrájának jelképei is egyben. Azt üzenik, hogy őrizzük meg kultúránkat, értékeinket utódaink számára. Már több mint 163 keresztet fogadtak örökbe, a megújításuk folyamatosan zajlik, és ez a hatalmas siker inspirált bennünket arra, hogy hirdessünk egy újabb programot, állítsunk keresztet a békéért, hiszen elődeink is akkor állítottak kereszteket, amikor járványok voltak, amikor háború volt, vagy éppen a szorongattatások idejét éltük. Most is a szorongattatások idejét éljük, mert a kereszténységet nem csupán keleten, hanem nyugaton is üldözik, és állítsunk keresztet azért, hogy mutassuk fel a magyarságnak a békevágyát, hogy mutassuk fel azt, hogy itt mi, magyarok, nem akarunk háborút. A felújított keresztet a Nyíregyházi Görögkatolikus Egyházmegye megyéspüspöke szentelte fel.